Tehát sajnálatos módon mai kornak a szelleme ez. Nem szeretik az emberek az intést, nagyon-nagyon zokon veszik az emberek, hogy azt mondják, dolgozz, figyelj ide, már 11 óra van. Tehát itt vagy a munkahelyeden, még semmit nem dolgoztál. Hú, azt mondják, milyen rossz munkahely ez, itt dolgozni kell. És itt még a főnök be is szól, hogy már 11 óra van, és még semmit nem csináltál. Még csak a fitness, a futószalagon jársz, emberek. Ne a kultúrát kövessétek, ebből nagy baj lesz, hogyha az emberek utálják a munkát, és nem szeretik a munkát. Reggel el kell kezdeni dolgozni. És nem azt kell keresni, hogy minél kevesebb kelljen dolgozni, minél inkább hol lehet keresni olyan munkát, ott sok pénz van, kicsi munka. Pici. Vagy egyáltalán. Remélem, nincs ilyen munkaadó. Olyan munkaadókért imádkozzatok, akik megdolgoztatnak benneteket. De meg is áldanak benneteket a munka teljesítményeképpen. Másképp nem működik a dolog. A munka az nem átok. Ma a európai kultúrának egyik nagyon nagy értéke volt a tradicionális Európának, a munkának, a kicsit a kultuszáról is lehet beszélni, és a szeretete. Ez az utóbbi évtizedekben ez elveszítette az értékét, nem becsülik az emberek a munkát, és ebből baj van, higgyétek el, mert látjuk azokat a kultúrákat, ahol még a társadalomban szeretnek dolgozni az emberek, az ott sokkal nagyobb a növekedés és a fejlődés, a problémák oldó képessége a társadalomnak nagyobb. Ezt a rendet természetesen a teljesítmény, az hozza létre az emberek között a különbséget, nem a tisztség, hanem a teljesítmény. És akármi, ha jó lakatos vagy, akkor is, ha jó dolgokat csinálsz, a teljesítmény, a te munkád, a munkádnak a terméke, az a teljesítmény. És attól ugye régebben megvoltak az iparosoknak a tisztelete, mindenki beletartozott egy hierarchiába, és körülbelül el tudták helyezni a szakmába, ki hová tartozik. Erre mondtam, hogy ez lesz ki, de emberek, ez vissza kell újra nyerni, újra a teljesítmény centrikusnak kell lennie, az életben, mert másféle rend nem tud lenni, másféle rend az igazságtalan. És mindenhol nézni kell, és meg kell adni a tiszteletet a teljesítménynek.